Nyilvánosságra került a Magyar Péter agresszív fellépéséről készült teljes rendőri jelentés. Ebből kiderül, hogy a volt feleségével folytatott veszekedés sokkal hevesebb volt annál, mint amit a HVG korábban bemutatott. Az intézkedő rendőr leírta, hogy a lakásból folyamatos csattanásokat és Varga Judit segélykiáltását lehetett hallani. A jelentésben az is szerepel, hogy Magyar Péter végig megfélemlítő módon viselkedett, és azt kiabálta, hogy az egész kormányt meg fogja buktatni, óriási botrányt fog csinálni. Benne van abban a jegyzőkönyvben is. Ha kimer lépni a kapcsolatból, botrányt csinál. Így emlékezett Varga Judit arra, hogy volt férje hogyan próbálta megfélemlíteni 2020. decemberében abban a vitában, amelyről rendőri jegyzőkönyv is készült. Az egykori igazságügyi miniszter Hajdu Péter műsorában beszélt arról, hogy mit élt át, amikor magyar Péter Péterről gyermekeivel együtt szülei Miskolci otthonához próbált menekülni. Ugolöltözés, fenyegetőzés, nagyon-nagyon mi nagyon durva szavak. Hát általában kormánybuktatással, tehát az ugye az, az, azon a, hogy benne van abban a jegyzőkönyvben is, hogy na majd, majd élőzök itt, RTL Klub élőzök neked, vagy Facebook élőzök. Bentről egyre hangosodó kiabálást, koppanásokat, csattanásokat és veszekedést lehetett hallani, majd ennek fokozódását követően hirtelen a védett személy nagyon hangos, tisztán érthető, engedj el kiáltását hallottam. Szó szerint ez szerepel abban a rendőri jelentésben, amelynek teljes szövegét most a Mandiner hozta nyilvánosságra. Azt írják, közérdek, hogy ismerté váljon, hogy a gyermekvédelmi tüntetést szervező választáson indulni kívánó Magyar Péter miként viselkedik családi körben. A jelentésről ugyanis bár elsőként a HVG tudósított, a balliberális portál a Mandiner szerint tompítani próbálta a történteket azzal, hogy cikkükben mindössze heves viselkedést emlegettek. A hatóság részéről közvetlenül eljáró, szemés fültanú rendőr azonban valójában ijesztő tapasztalatokat szerzett az ominó Decemberi napon. A védett személy igyekezett jobb belátásra bírni a férjét, és kérlelte, hogy engedje el. A férje eközben végig agresszívan és egyre hangosabban kiabált vele, fenyegető és megfélemlítő módon. Azzal fenyegette, hogy ha a felesége elviszi a gyerekeket, akkor azonnal hívja az összes befolyásos ismerősét a médiában. Kihívja az RTL klubot és a Facebookon is élőben bejelentkezik, amely során megalázza a feleségét, és olyan politikai állításokat fog tenni, amelyel a teljes politikai karrierjét továbbá az egész kormányt megbuktatja. Mindeközben az egyik ablakot kinyitotta, és velem is újból kiabálni kezdett, hogy takarodja házamból, ebből óriási botrány lesz. Én tájékoztattam, hogy nem fogok elmenni, mivel az a munkám és kötelességem, hogy megvédjem felesége életét, testépségét és emberi méltóságát. A jelentés szerint magyar Péter autójával, többször is hirtelen manőverekkel és nagy sebességgel az elé a jármű elé vágott, amellyel Varga Judit el akarta hagyni a helyszínt, később pedig fizikailag is próbálta akadályozni a rendőri intézkedést. Megfogtam a kapu oldalát, és a karommal tartottam őt kívül, amíg a védett személy bement és visszazárta a kaput. Ezután hozzám fordult és tovább ordítozott. Fenyegetőzött, hogy ha nem engednem be a lakásba, akkor az elkövetett bűncselekményért felelni fogok. Eközben már a telefont maga elé tartva el is kezdte közvetíteni az eseményeket. Mivel a kijelzőjén láttam, hogy valóban videófelvételt készít, felszólítottam, hogy a tevékenységét azonnal hagyja abba, mire ő menekülni kezdett előlem, és tovább folytatta a szóbeli közvetítését az eseményeknek a Mandiner által közölt rendőrségi jelentés teljes szövegében az is szerepel, hogy bár Varga Judit láthatóan félt és a rendőrök jelenléte nélkül rendkívül kiszolgáltatott helyzetben lett volna, az eset súlyosságához képest megőrizte nyugalmát és igyekezett méltósággal és tisztelettel megoldani a konfliktust. A jelentést író rendőr hozzáteszi, ezzel szemben férje folyamatosan agresszívan viselkedett.